A város főterén énekkel, igehirdetéssel és gyertyagyújtással várták az itt élőket advent harmadik vasárnapján, örömvasárnap és a karácsonyt megelőző várakozási időszak egyik jelképénél, az adventi koszorúnál. Ez a vasárnap kiemelkedik a többi közül, advent második felének kezdetét jelenti. Színe az örömöt szimbolizáló rózsaszín. A hagyomány szerint advent harmadik vasárnapján, örömvasárnapon egy fehér ragyogó angyal jön le a földre. Jobb kezében egy fénysugarat tart, amelynek csodálatos ereje van. Oda megy mindenkihez, akinek tiszta, szeretet lakik a szívében, és megérinti fénysugarával. Azután a fény ragyogni kezd az emberek szemében, és elér a kezükhöz, lábukhoz és egész testükhöz. Így még az is, aki a legszegényebb, legelesettebb az emberek között, az is átszellemül, és megszállja a béke, a tiszta szeretet és a boldogság érzése. Kolozsvári István köszöntőjét követően a Szivárvány Református óvoda kórusa idézett adventi hangulatot, majd Farkas Attila adventista lelkipásztor mondta el ünnepi gondolatait. Hó az erdő, ködből a felhő, hó esik, télszele fújja. Valaki eljött, valaki elment, valaki visszajön újra. Valaki eljött, valaki elment, valaki visszajön újra. Száll csuda híre, szívből a szívbe, 2000 év tanul róla. Valaki eljött, valaki elment, valaki visszajön újra. Valaki eljött, valaki elment, valaki visszajön újra. Angyalok ajkán, emberek hangján, csendül a csillagos ének. 2000 éve mennek elébe, boldogan kiknek élnek. 2000 éve mennek elébe, boldogan kiknek élnek. Ott a helyedben, drága menetben, életed Krisztusa vár rád. Hagyd rá a gondod, légy vele boldog, zengje a szíved a hálát. Hagyd rá a gondod, légy vele boldog, zengje a szíved a hálát. Hóból az erdő, ködből a felhő, hó esik, télszele fújja. Kisgyermekként eljött, megváltóként elment, királyként visszajön újra. Kisgyermekként eljött, megváltóként elment, királyként visszajön újra. 2000 évvel ezelőtt a messiás, a lényeg elveszett a tömegben, a sokaság zajában, a népszámlálás forgatagában, s ma is elvész a lényeg, a varázslatos karácsony fényei ünnepi forgatagának zajában. Gyerekkoromban a karácsonyi énekek azok drága kincsei voltak, akik mertek elmenni a tiltás ellenére a templomba, mert hittek, mert bíztak az élő Istenben. Ma a bevásárló központok háttérzajává süllyedt ez a drága mondat, a megváltó megszületett. Azért jött az embernek fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Lerontja az én életemben és a te életedben is, ha mindketten akarjuk. Lerombolja a földig, hogy tiszta legyen tőle felettünk az ég, hogy meglássuk őt, amikor végleg végérvényesen megjelenik az égnek felhőiben, hogy elvigye e gonosz és álszent világról azokat, akik hittek benne és neki szolgáltak mind halálig. Ha ma megkérdeznénk az embereket, hogy mi történt azon a tavaszon, amikor Jézus megszületett Betlehemben, sokan tudnának válaszolni, de ha megkérdezném, hogy mi egy hívő keresztény feladata ma, és meg tudja mutatni a csillagos égen, hogy honnan jön az Úr az ő angyalaival,
és ha elviszi is a megváltó, hova viszi és mit fogod csinálni, bizony csak kevesen tudnának felelni. Mert ez is az ördög munkája, sőt a legnagyobb munkája, hogy az emberek Bibliát nem olvasva akarják hallgatni az igét, csak a Jézuskáról beszéljenek, őt ünnepeljék, miközben megvan írva, hogy a megváltó halálát hirdessétek, amíg eljövend. Imádkozzunk, hogy legyen házunk, telefonunk, tévénk minél nagyobb, de amire Jézus kért, hogy ellenségeinkért könyörögjünk, arra ne legyen időnk. Örüljünk mulandó, híjó, földi gyönyöröknek, miközben Jézus azt mondta, annak örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben. Sátán munkája, hogy a Krisztusi helyett ad valami mást az övéből, ami lehet csillogóbb és ragyogóbb, de nem Krisztusi. Kedves testvéreim, Jézus Krisztus jön az ég felhőjén, s elvisz minket az ő dicső szép országába. S míg ez megtörténik, naponta ad erőt, ha kérjük, hogy emberek tudjunk maradni ebben az egyre embertelenebb világban. S ne Betlehemet lássunk magunk előtt, hanem a főpap Jézus Krisztust, aki most a mennyei templomban, a szentek szentjében, főpapi ruhájában közben jár értünk, nem tudva, mikor kerül rám és rád a sor, hogy felemelje két sebhelyes drága kezét, és azt mondja, Atyám, az én véremért bocsáss meg neki. Akinek ez a kép él a szívében, az nem Jézuskázik, hanem várja a nagy adventet. Új hírt mondok, még örömet hirdetek, jelentek, mert született Betlehemben tiétek, hercegtek. Új hírt mondok, még örömet hirdetek, jelentek, mert született Betlehemben tiétek, Az adventi koszorú harmadik gyertyáját dr. Schwanner István háziorvos gyújtotta meg, akinek több mint 5 évtizedes háziorvosi munkáját Fráter László díjjal ismerte el az önkormányzat.